A felmérés során tapasztaltam, hogy a kastély az nagyon leromlott állapotú, itt évtizedekig nagyobb beavatkozás nem történt. Ennek megfelelően aztán a kő elemek is nagyon rossz állapotúak voltak, leomlottak, ledőltek, összetörtek, tehát egy ilyen igazi romkastély volt. Nagyon le volt az egész felület kopva, meg igazából beázások miatt nagyon sok helyen tönkrementek a díszítések. Ami megmaradt, azt mind konzerváltuk. Ez egy igen nagyméretű munka, mert nincs olyan eleme, amihez ne kéne hozzányúlni. Minden négyzetcentimétert át kellett dolgozni, le kellett tisztítani, ki kellett javítani, rekonstruálni kellett jelentős épületrészeket. Mindent először is lefotóztunk, nagyon precízen és pontosan minden PAUSZ papírra átrajzoltunk, utána ezeket tettük át egy ilyen nylon fóliára, filctollal, tehát igazából az összes motívumról, mindenről készült rajz. Ez például egy korlát bábnak a fél öntő formája, ami úgy készült, hogy fogtunk egy jó állapotú elemet, azt megtisztogattuk, ahol kellett, kijavítottuk, és akkor egy ilyen szilikon héjat tettünk rá, és két ilyen felet, ha összeteszünk, akkor ebbe kerül beöntésre ilyen speciális restauráló habarcsból a legyártandó kő elem. Ami nagyon tetszik nekünk, az a tetőtéri díszítőfestés, az nagyon szép. Végig van retusálva, és az egy ilyen nagy kihívás volt, hogy ugyanúgy visszaállítsuk azt az egészet, amilyen eredeti fényében volt valamikor.